Sziasztok! Spam vagyok, és üdvözöllek titeket ismételten a Sherlock Holmes Crimes and Punishments-ben. A múltkori résznél itt hagytuk abba, hogy eljöttünk Buildington állomásra, és hát fogalmam nincs, még nem néztem körbe, úgyhogy először is beszélgessünk egyet Watsonnal, aki még mindig értetlenkedik. Hát jó. Gondolom ő lesz itt a Angry Passenger, nem? Ő egy mérges utas? Na, mondja tesó, mi a scandal. Baj? It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. No. Oké. Ő amiatt elégedetlenkedik, hogy a vonattársaságok nem tisztelik az utasaikat. Aha, munkaruha. Ó, az ott micsoda? Olcsó jegye volt. Aha, házas. Hopp. Aha, nagyon furcsa a bőre. Ilyen, hát nem tudom, most így. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night, I were on the train as usual with my colleague, heading home. Oh. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Okay, szóval leszállították őket múlt éjszaka, azon az éjszakán, amikor eltűnt a vonat. Szóval, most meg fogjuk kérdezni tőle, hogy ő vajon... Azon utazott, de viszont még azt hozzátette, hogy a kalauz az nagyon goromba módon szállította le őket a vonatról. Szóval valószínűleg ez volt az a probléma, amit telegramban megírtak. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid, and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Oh, okay. Szóval, hogy amúgy se érdekli, mert hogy nem szólt van sokkal tovább a jegye, de hogy a kalauz mindenki más leszállított, kivéve egy pár gazdag embert. Wow. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Spanyol küllemű emberek voltak. Aha. Na és te ki vagy? Te vagy Mr. Robinson. Oh! Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Okay. Hát, öcsém, te is egy tipikus paraszt vagy. Aha. Azt hittem bancsa, de sajnos nem. Ausztrál sapka. Aha. Valószínű szeret utazni. Jaja. Drága ruhák. Aha. Hatalmas aranygyűrű. Igen, azért érdekel az a táska is. Ó, te. Ja. Krokodilbőr. Krokodilbőrből van a cipője. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes. I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Okay. Lássuk, mit tud a különleges vagonról. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. Wow. I'm a businessman,
and an engineer. Okay. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the director's board who were traveling on the train last night. Oh, okay. Szóval, hogy ő befektető és feltaláló. Tehát azt mondta még el a faszi, hogy ugye befektető és feltaláló, és az eszköz, amit szállított a vonaton, az egy hatalmas forradalmat hozhat, ugyanis elektromosságot lehet vele generálni. Szóval, oké, lássuk, mennyire volt neki. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It can change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Okay. Lássuk. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Okay. Szóval az előző két beszélgetést összefoglalva annyit mondott a emberünk, hogy hát igazából ez egy felbecsülhetetlen értékű dolog, de hogy ő apró pénzért eladta, mert hogy ő ennyire emberbarát, és egy Barcazas nevű dél-amerikai cég vezetősége ült még a vonaton, akiket ő úgy ítélt meg, hogy nagyon jó velük dílelni, hát nem mindegy, de hogy most gyakorlatilag a vezetőség is eltűnt a vonattal együtt. Hát nem tudom, hogy kit vezethetnek meg úgy igazán ezzel, de hogy így nem tudom, érzitek az összefüggést? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable! The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot! You will pay for it. I will sue you. Okay. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean company. Yeah. Gyakorlatilag mindenkit leszállítottak a vonatról, kivéve a Barcazas vezetőket. Nem. Oh. Aj, Istenem már. Oké, és szóval rajta ültek. Igen, és akkor ezért mondta az a faszi, akit mérgelődött, hogy spanyol kinézetűek voltak, ugyanis Chiléből jöttek. Hogyha nem tévedek nagyon. Nem, szerintem felhagyták őket direkt. Igen. Mert olyan, hát nem is tudom, furának tűnt, amikor róluk beszélt. Hello? Lehet veled beszélni? Persze, hogy lehet veled beszélni. Nos. Lássuk, te mit mondasz, barátom. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes.
I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. Oh, hát elmondjuk a szokásos kiszolgálatot. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Csak egy pár kérdésünk van. Egyébként az előzőnél még azon ment a vita, hogy az embert, aki a vállalkozó és egyben azt mondja idézőjelek között szerintem csak, hogy feltaláló, mert azért nem tűnik akkora koponyának. Azért szállították le, ugyanis egy igen gazdag ember akart vele beszélni erről a dologról, és hát értelemszerűen, mármint a találmányáról értelemszerűen belement, és amikor kérte, hogy várja meg a vonat őt, akkor elment a vonat, ugyanis azzal indokolta ő itt előttünk, hogy a vonatnak egy nagyon kötött menetrendje van, és azt be kell tartani, és ezért eltűnt mindene emberünknek, aki egyébként mellesleg a találmánya mellett utazott közvetlenül. Na lássuk, igen, fiatal. Igen, tiszták a ruhái. Ó, instrukciók, oké, szóval vannak gyakorlatilag... Na, az ott micsoda. Gyakorlatilag ezek alapján csinálja gondolom a dolgokat. Ó, tinta, nyomok. Lássuk, mi volt a baj. Told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday... Everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, yes, thank you. I understand. Oké, tehát ez ilyen tipikusan az a lexikális tudást bevető ember, aki nem nagyon tud mást kezdeni magával, hogyha valamit meg kell oldani. Köszönjük szépen. Oké. Egyébként meg azt mondta, hogy az emberek, akiket jött neki ugye Nottingham felől egy olyan üzenet, hogy mindenkit le kell szállítania, és akkor most itt nyakigül a lekvárba, ugyanis itt van ez a két ember, akik halál idegesek, és hát még velük is meg kell birkóznia. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. Oh. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Oké. Azt mondja, annyi ideje dolgozik itt, hogy képes legyen egy ilyen, mi ez, mondjátok már, vonatállomás igazgatására. Na. Oké, és... Train composition rookie... igen. Hogy kezdeni még csak. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. És hogy közbelépett, mivel nem a kalauznak a feladata elméletben az, hogy leszállítsa az utasokat, meg blablabla, és hogy aztán utána, kevéssel utána a következő állomásról kapott egy üzenetet. What did the telegram say?
megmaradt az üzenet. That was the peculiar thing. It was almost unreadable. Oh. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Oh, okay. Hogy azt mondta, hogy majdnem... We need to confirm if the station master saw the train or not. Okay. Szóval, hogy majdnem, hogy olvashatatlan volt, és tele volt mindenféle ilyen hülye hibákkal. Okay. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. A Leaway, a kedvencem. Az már valami. Jó. Na jó, akkor menjünk. Menjünk Chesterfieldre. Ugyanis hát az tűnik most a következő elfogadható helynek, de nem nagyon. Nem nagyon. Aha. Aha, nem lehet semmi deductiont, nem lehet semmilyen dedukciót levonni. Nagyon jó. Akkor Chesterfield vonatállomásra is megérkeztünk, viszont ezzel megköszönöm a figyelmeteket erre a részre, hogyha tetszett a rész, akkor nyomjatok egy lájkot, hogyha van valami olyan dolog, amit esetleg észrevettetek, vagy amit gondoltok, akkor nyugodtan hagyjátok lent kommentben, és akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok!